köszöntünk benneteket a Premier előadáson, ami egy új vállalkozásnak a beköszöntője. És hát ki is lenne a vendégem, mint Keresztes Ádám, a Sikeres Magyarok Európában alapítója. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Laci kitalálta ezt a szuper kezdeményezést, hogy az ide érkező embereket egy kicsit meginterjúvolja, és engem ért az a megtisztelő szerep, hogy én lehetek az első alany ennek az interjúnak, és ezért szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy érzem, hogy alakul egy kis közösség, egy kis társaság, aki neked köszönhető, hiszen elhoztál ide hozzánk Londonba több olyan előadót, aki felpestítette az életünket. Köszönöm. És a nagyszerűsége most ennek a pillanatnak, hogy itt beszélgetünk, az, hogy holnap pedig te leszel az az előadó, aki szintén hoz egy fajta pluszt és érdekességet. Ó, igen. Nem tudom, hogy volt-e már olyan érzésetek, amikor így annyi új információ ér egy év alatt, hogy megtanulod, hogy az egészség témában, hogy rosszul étkezel, a párkapcsolat témában, hogy esetleg kicsit erőszakosabban kommunikálsz a pároddal, a Szabó Petitől megtanulod, hogy az önbecsülésed nincs annyira rendben, és ezek nagyon sok pofon. Hanem én arra gondoltam, hogy én szintén csak arról fogok beszélni, hogy mennyire fantasztikus az élet, és mennyire csodálatos az, hogy élhetünk, és hogy például egy ilyen országban élhetünk, ahol oké, lehet, hogy néha esik az eső, de valójában megvan a tető a fejünk fölött, megvan a melegétel, megvan a vízfolyik a csapból, és kész, és fantasztikus helyzetben vagyunk, hogyha a világ más országaival összehasonlítjuk magunkat. Én azt látom rajtad, hogy folyamatosan változol, és folyamatosan egyre energikusabb vagy, egyre lelkesebb vagy, és magaddal ragadsz bennünket is. Figyelj, az energia az egy nagyon fontos dolog az életünkben, és azért nekem a tavalyi évem az egy elég nagy hullámvasút volt erről, holnap fogok majd bővebben is mesélni, mire felismertem azt, hogy minden olyan dolog az életünkben, amit pofonként élünk meg, amit egy csapásként élünk meg, az valójában egy tök jó ajándék az élettől. Ahhoz, hogy fejlődjünk, hogy valami jobbá váljunk, és azért nekem a tavalyi évben elég jó hullámzott a hangulatom sokszor. Tényleg holnap el fogom mondani bővebben, hogy miért, mert végeredményben arra jöttem rá, hogy ha ezeket a leckéket megtanulod, és tényleg megérted, hogy miért kapod a pofonokat, akkor hirtelen megszűnnek. És egy jobb élet jön elő igazából. És lehet, hogy akkor megint jönnek majd érdekes kihívások, és érdekesek adályok az életben, de végsősorban pont amiatt a tanulások miatt vagyunk itt, és sokszor nehéz szavakba öntenem, vagy átadnom, amiket mostanában gondolok, vagy érzek. Tényleg azt gondolom, és ezt például tőled nagyon sokszor viszont hallottam, hogy annyira csodálatos az élet, és te például annyira lazán veszed sokszor, az, hogy hajnalban kelsz, nem tudom, hány kilométert akár a dugóban araszolsz, és egy csomó olyan élethelyzetet van, amin mások felidegesítik magukat, stresszelnek, szoronganak, és te pedig simán csak lazán felfogod, lazán hozzáállsz, és alapvetően szerintem is ez a jó hozzáállás, és nekem is az élet azt tanítja, hogy ezt így érdemes csinálni. Jó példákat hozzon fel, mert képzeld el, hogy amikor elkezdtem itt én dolgozni, mint Dominican Driver, akkor még én is felkezdtem meg a szituációkat, hát és egy hihetetlen spirituális tanítómester az út. Tehát ahol találkozol különböző habitusú emberekkel, dudálnak, idegesek esetleg, vagy eléd vágnak, és akkor nálam is időnként beindul az egó, de észreveszem. Tehát, hogy erről szól. És valójában én döntöm el azt, hogy most egóból megleckéztetem, és azt mondom, hogy már pedig nem fogsz megelőzni, mert én gyorsabb vagyok, ügyesebb vagyok, és néhány keresztezés múlva már 10 autóval előrébb
ez vezérelt. Tehát, hogy csak azért is vissza kellett vágnom, csak azért is vissza kellett előzni. Most már eldöntöm, hogy belefolyok vagy sem. Hogyha látom, hogy ilyen nagyon büszke a sofőr, és meg akarja mutatni, hogy most egy, akár egy kisebb autóval, de gyorsabb állam, csak úgy lazán megleckéztetem, hogy figyelj ide, akkor most különböző helyzetekben én ügyesebb vagyok, gyorsabb vagyok, és ott leszek előtte. Tehát ez számomra egy ilyen kis tanító lecke már. Igen, míg igen. Régebben belefolytam, és akkor önérzetből mentem, és én akartam menni. Erről szól ez a folyamat, ahogy változunk, vagy átalakulunk. Tehát, hogy tök jó az is, hogyha esetleg még előjön az egód. Attól te nem leszel egy rosszabb ember, csak az a folyamat, hogy esetleg előbb-utóbb nyakon csíped magad, és észreveszed, hogy most ezt csináltam, oké. És akkor se állsz neki így a saját belső hangoddal, hogy leszídni magad, csúnyán beszélni, hogy te hülye már megint ezt csináltad, hanem azt mondod, hogy jé, de érdekes, mert megint ilyen voltam, igen, megint előjött az a régénem, de jó, és akkor változtatunk rajta. Ez a különbség, az éber tudatosság, amikor jelen van, akkor az észreveszik az egót, mint egy külső felszínes lényedet, és az egónk az a kisgyerekkortól felépített illúzió, mondjuk, ha szavaival élve, és az igazi önmagad, az az a tudatosság, az éber tudatosság, igen. És a lélek. Igen. Mesélj még valamit esetleg, például az érdekel engem, hogy úgy sikerült az első tréningem. Az első tréningem egy hete volt Zürichben, és ott is megvolt ez az érzésem, hogy a végén előjött az egó, és akkor elkezdtem elemezni, hogy ezt csináltam rosszul, azt nem mondtam el, ez nem volt esetleg összefüggő, és rájöttem, hogy persze megint pöröghetek ezzel, hogy éppen mit rontottam el, és mit csináltam rosszul, vagy figyeltek arra is, hogy mennyi jó visszajelzést kaptam, mennyire hálásak voltak az emberek, tehát egy konkrét példa, anélkül, hogy neveket említeni, mert nem szeretnék semmit kellemetlen helyzet hozni, hogy beszéltem a tréningem például egy nagyon kemény témáról, a halállal való viszonyunkról, és arról, hogy én gyerekkorom óta hogyan viszonyulok a halálhoz, és hogy mit gondolok róla, mert szerintem én másképp látom, ennél nagyon erősen a dolgot, mint ahogy azt így Magyarországon vagy a magyarok nagy része teszi. És én ezt elég nagy örömmel és lendülettel el is mondtam, és másnap kaptam egy olyan visszajelzést egy lánytól, hogy most már érti, hogy miért volt ott a dolga, tehát miért nem véletlenül hagyott a tréningen, mert hogy hazament a tréningről, hívta az anyukája, hogy meghalt a nagymamája aznap este, és mondta, hogy azáltal, hogy amiket én mondtam, és ami, hogy én beszéltem ott erről a témáról, és hogy én ezt mennyire másképp látom, mint sokan, hogy sokkal könnyebb volt feldolgozni, és sokkal könnyebb volt a helyzettel megbirkóznia. És mindenki más, aki esetleg kapott még valami értéket, az a hava tartán, de miatt az egy ember miatt már megérte, hogy én aznap ott voltam. Ez nagyon tetszett. Ahogy mesélted, és belegondoltam a szituációba, ilyen energia átszólt ilyen libabőrszerű. Igen. Ahogy magában a helyzetben nem voltam bele. Ugyanis a halál kapcsolata az életünkben az nagyon sok tanításnak a témája, nagyon sok vallásnak is a témája, hogy hogy fogjuk fel, hogy kezelni. És hogyha elkezdünk nem félni tőle, hanem elfogadjuk, mint egy szükséges, sajnos rosszat az életünkben. Szerintem ez egy tök jó dolog. Mármint maga a halál? Igen, én egy kicsit tovább megyek. Én ezt drasztikusabban látom. Én gyerekkorom óta hiszek abban, hogy a halál az, mondjuk nem akarok túl sokat erről a témáról beszélgetni, az első műsor legyen majd vidámabb is, mert azért sok ember ezt másképp látja, és sok ember lehet, hogy egy rossz emlék előjön belőle, de röviden elmondom az én verziómat. Szerintem azzal, hogy valaki meghal, abszolút nem ér véget az ő lelke, ugye ez nagyon sok vallásban is megvan, és hozzám emiatt a buddhizmus elég közel áll, hogy vissza, újra születünk majd, és folytatjuk azt, ahol abba hagytuk. Tehát
emiatt a halál az csak egy olyan állomás az életünkben, mint ahogy mondjuk én most az az állomásom, hogy én ma éjszak aludtam egyet. És reggel fölkeltem. Én nem vagyok szomorú amiatt, hogy este elalszom, vagy nem állok neki sírni, meg a barátaim is állnak neki síratni, csak azért, mert lefekszem este aludni. És számomra az, hogy valaki meghal, az pont egy ugyanilyen állomás. De szinte mindegy, hogy ezt hány évesen teszi, nyilván vannak helyzetek, amikor ezt nagyon nehéz megélni, meg feldolgozni. De a legtöbb olyan dolog, amikor valakihez nehezen áll hozzá, vagy rosszul áll hozzá, vagy nehezen kezeli, az az egója miatt van, hogy amikor siratjuk akár, mondjuk, hogyha valaki elment, hogy az nem róla szól, hát neki már tök mindegy, az arról szól, hogy jaj, szegény én, jaj, mi lesz velem, az egy alapvetően egy önző dolog. És hogyha megnézed például a mexikói kultúrát, ahol fehérbe öltöznek és ünnepelnek, az mennyire egy fantasztikus hozzáállás. Megünneplik azt, hogy volt egy emberi lény, aki esetleg nem feltétlenül voltak világ megváltó tervei, de akkor is élt, akkor is tett dolgokat, és visszagondolunk, és megemlékezünk rá, és boldogok vagyunk, hogy de jó. Pedig a halál az csak egy tény. Te döntöd el, hogy mit hozol ki belőle. És emiatt szerintem ez lehet egy tök jó dolog is. Tök jó is az, hogy tényleg valaki leszületett, valakinek megadatott az, hogy ezt a 10-20-50-100 évet megélje, és hogy a saját szintjén a legjobbat kihozza magából. És hát hogy fejlődjön. Ez egy félreérthető, ahogy fogalmazom, mert számomra az jött be, hogy maga a halál jó, de akkor te nem a jóságot nem a halálra érted, hanem arra az életútra, amit ő megélt a haláláig. Igen, és a halál az csak egy tény, az csak egy állomás. Nem jó, igen, nem rossz. És kezdődik számára így egy van, új, és emiatt folytatódik. Más dimenzió. Igen, igen, viszont, hogyha ezt a tényeket soroljuk, akkor rájöttem arra, hogyha vannak ilyen tények, és tényleg alapvetően eljutunk odáig, hogy nem jó, nem rossz, akkor mondhatjuk azt, hogy minden jó. Alapvetően. Igen. Alapvetően minden az, ami. Igen. Hát ez a buddhista tanítás. Igen. Hogy semmi nem jó vagy rossz. Így van. Minden az, ami. Igen. Mi tesszük jóval vagy rosszá. Igen. Igen, ugyan ítéljük meg. És akkor tegyünk mindent jóvá. Ítéljünk meg mindent jól. Tehát, és pont emiatt az tényleg megtörtént, és nem tudom, hogy hány év múlva nem ástam bele magam, nincsenek konkrét nézeteim róla, hogy mikor születünk újjá, utána közben milyen folyamatok vannak, nem tudok volna, hogy mostani életemre koncentrálok, de nagy, annyira mélyen hiszek ebben, és talán egy utolsó anekdótával zárnám le ezt a részt, vagy ezt a témát, hogy mert tök jó volt, mert múlt hétvégén megkérdezte tőlem a zürichi csapat, hogy ez így az elmúlt pár évben alakult-e ki nálam, vagy ezt így régebb óta így gondolom. És azt mondtam nekik, hogy én gyerekkoromban azt mondtam, hogy én azért akarok gazdag, igazán gazdag emberré válni, tehát vagyonosan úgy gazdag emberré, hogy megtehessem azt, hogy amikor meghalok, akkor a pénzemből egy hatalmas bulit csinálok. Ezt ilyen 8 évesen mondtam, tehát úgy, hogy tudod, hogy koncertek vannak, ilyen nagy bulizás van, érdekes. Kaják, nagy, mint a legnagyobb ilyen... ünnep az életedben az a halálod lesz. Nem, de az egyik legnagyobb, igen, az egyik legnagyobb határozottan, és hogy annyira sok pénzem legyen, hogy megtehessem azt, hogy a végrendeletembe belerakom, hogyha bárki a temetésemen vagy ott ezen a bulin sírni mer, azt kitakadom az örökségemből. Tehát, hogy azon a napon vigadjanak az emberek, és tényleg arra gondoljanak, hogy mennyire jó, hogy én éltem, mennyire jó, hogy én voltam, és pont. És ne azért szomorkodjanak, mert már nem vagyok, hanem annak örüljenek, hogy voltam. Oké, viszont ebben van egy, szerintem egy kis ilyen kegyetlen meghatározás a részedről. Persze, de 8 éves mondod, voltam. 8 éves én voltam, Laci, hát tehát, ugye ez akkori elv, most már másképp. Persze, abszolút másképp látom, de ez volt a 8 éves verzió. Nagyon érdekes, hát ezt nem gondolnám, hogy 8 évesen. Én 8 évesen mondtam ezt, persze, tudom. Ezt, de honnan jött ez? Tehát, hogy volt valami hasonló tapasztalatod, vagy egyszerűen nem, valahogy ezt éreztem. Tehát valahogy azt éreztem, hogy nem halt meg közeli hozzátartozom, nem ért olyan tapasztalat, ami miatt erről így mélyen el kellett volna gondolkoznom. Egész egyszerűen én azt éreztem meg gyerekkoromban is, hogy attól, mert valaki elmegy, az miért kell jajgatni meg szomorkodni miatta? Tehát, hogy én annyira
pozitív embernek éreztem magam gyerekkoromban is, hogy így, hogy szerintem kerestem, és valami ilyesmi magyarázatot találtam, hogy nyilván ez is egóból jött azért persze, hogy akkor bulizzanak, mert külön megkegyetlen leszek. Oké, de azért mondom, 8 éves voltam, tehát hogy... De ennyi. És te is pont ezt képviseled, hogy azt nézzük meg, hogy oké, most vagyunk itt, és mit tudunk kihozni magunkból? Igen. Mit tudunk kihozni, hogy jobbak legyünk? És hogy jól érezzük magunkat. És hogy így már most. Így van, már így most. Van. És minden csak ajándék, ami azután következik. De ez annyira, hogy mondod is, hogy ráz a hideg tőle. Tehát tegnap este abban a nagyon szerencsés, szuper helyzetben voltunk, hogy Szilvi egyik kollégája meghívott magához vacsorázni, egy indiai házaspár, 4 éves kisfiúval, és ott élnek Svájcban, és beszélnek angolul, és akkor elmentünk, vacsoráztunk így az indiai ételeket, hogy megkóstoljuk, és nagyon finom volt, és az volt az érdekes, hogy beszéltek az indiai családról, hogy ott hogyan élnek az emberek, egyebek, és hogy annyi okuk lehetne arra, hogy szomorkodjanak, depressziósak legyenek, hogy irigyek legyenek, és sugárzik belőlük, hogy mennyire szeretnek élni, és hogy mennyire nem azon múlik, hogy milyen kocsid van, milyen telefonod van. Annyira, de annyira nem számít. És ez nem azt jelenti, hogy a pénz rossz lenne. Tehát az egy tök jó dolog, és hogyha téged egy plusz telefon, egy plusz autó boldogabbá tesz, jó, csak ne attól legyél boldog. Igen. És ez nekem például az elmúlt években egy akkora felismerés volt, egy akkora szemléletmódváltás volt, hogy ezt nagyon-nagyon szeretném továbbadni, mert az a helyzet sokszor, hogy a ilyen tréningeken tudod tanulnunk arra, hogy akkor vállaljuk felelősséget, meg egy csomó olyan tök jó dolgot megtanulunk, amit utána elméletileg tudunk, és megkérdezem a csapatot, hogy ki az, aki felelősséget vállal az életéért, akkor a csapat nagy része fölteszi a kezét. Viszont utána, amikor az életben elkezdünk akár kommunikálni, jönnek helyzetek és szituációk, azért kiderül, hogy ez így a gyakorlatban még nem feltétlenül működik annyira jól. Igen, mert ugye nehéz az egyik pillanatról másikra megváltoztatni azt a szokás mintát, amit te évek alatt építettél fel. Igen. És ugye pont a felelősségvállalásnál én nagyon sokáig az életemben mindig mást hibáztattam. Tehát én nem lehettem hibás, és hárítottam. Tehát, hogy mindig kimagyaráztam, hogy hát tudtam azt, hogy valamit én is elrontottam, de kifelé mindig mondtam. Persze, de most pont késett a gép. Így van. És amikor felismertem azt, hogy milyen nagyszerű dolog beismerni azt, hogy hibáztam, egy hihetetlen felszabadító érzés is, mert ott már nincs máshovás, nem kell magyarázkodnom. Hát igen, ezt elrontottam, másképp kellett volna csinálni. És onnantól kezdve tudod el kiabítani a hibát is. Mert addig, amíg hárítod, és azt mondod, hát ez is az történt, addig nem kezeled úgy, mint hiba. Hanem addig elmaszatolod tulajdonképpen. Hát, sőt, hogyha bármire mutogatsz, és azt mondod, hogy nem tetetsz róla, az olyan, mintha egy kicsit elmutatja, egy áldozati szerepet vennél föl. Tehát, hogy a te életed nincs az irányításod alatt onnantól kezdve, tehát te mint egy ilyen tehetetlen bábú igazából, csak így sodrodsz és vergődsz az életben. És pont erről szól. Abszolút, csak ezt nem ismered ugye fel. Van, erre jók a tréningek, így van. Azok szembesítenek a saját gondolatmintáiddal, így van. Negatív hiedelmeiddal és így tovább. Abszolút. Tehát, hogy pont ahogy beszéltünk is, mielőtt elkezdtük volna ezt a videót fölvenni, hogy a terve van az véve, hogy szervezetek itt a londoni közösségnek olyan találkozókat, hogy a tréningen kívül is találkozzatok és beszélgessetek. És én például holnap szeretném megszavaztatni majd a csapattal, hogy kölcsönösen figyeljetek oda a másik szókincsére, a másik szóhasználatára, és hogy jogosítsátok fel a másikat, hogyha észrevesz olyan szófordulatokat, amikor óhatatlanul is előjön belőled, hogy mégis eltolnád a felelősséget egyebek, akkor a másik ezt finoman jelezze. Igen. És ne arról szóljon, hogy csak a hibát keressük a másikba, hogy most nagyon figyellek, hogy mikor fogsz valami rosszat mondani, hogy végre belétkössek, nem. Hanem arról szóljon, hogy tényleg észrevegyük, mert nem arról, nem az a lényeg, hogy elméletileg mit tudunk az életben, hanem hogy utána azt tényleg szolgál-e minket ez a tudás annyira jól, hogy jobban váljon tőle az életünk. Igen, és nagyon jó, amit mondasz, mert ugye a
szoba mögött van elbújtatva az összes érzésed, az összes gondolatok, meg gondolat az a hitel. És hogyha ezt már más kívülről látva elcsíti, akkor azt kijavítva javítani tud téged, úgymond. Igen. Tehát közösen előre tudtunk jutni. És oda-vissza alapon, tehát hogy ez a cél. Nyilván fontos az, hogy tényleg ez ne arról szóljon, hogy csak a hibát keresem a másikban, tehát hogy az akkor megint egy rossz irányba mehet el, mert azért ott van a következő fontos téma, a feltétel nélküli szeretet. Tehát, igen, de valójában én ezeket nem is hibának nevezném, hanem egyszerűen ezek felvett szokások. Így van. És ha csak egyszerűen annak tekintjük, hogy ő így gondolkodik, uh-huh. akkor ez már onnantól kezdve nem hiba. Uh-huh. Nagyon szép helyeken járunk itt közben. Ja. Nagyon jó. Hát ahol mentek, az is szép lesz. Mennyi fekvő rendőr? Kihez mentek most egyébként? Szódoránál még látnak minket, mi látnak minket vendégül. Nincsenek itt most? Fantasztikus. Azt nem tudom, az Ádámnak el kellett még ugorni, volt valami munkája. De nem tudom, hogy követnek minket. Legfeljebb majd felvételről megnézik, hogy beszéltünk róluk is. Nem, tényleg az volt a nagyon érdekes tapasztalat, amikor elkezdtem bő egy éve a londoni tréningeket szervezni, hogy olyan csupaszív, fantasztikus emberek élnek itt Londonban és környékén. Tehát szerintem volt bennem egy kis előítélet, meg nem őszintén a... Tehát kellemesen csalódtál bennünk? Abszolút pozitív meglepetés volt, igen. Tényleg, és most annélkül, hogy név nélkül mondanám, mert biztos, hogy akkor kihagynék valakit, és azt meg nem szeretném, hogy valaki kimaradjon, és emiatt esetleg kellemetlenül érezni magát. De egy olyan kis erős mag van itt Londonban, az itt élő magyarokkal, ami nagyon hasonlít nekünk a svájci maghoz, ami arról szól, hogy igenis támogassuk egymást, igenis segítsük egymást, igenis mutassuk meg azt, hogy mi magyarok is tudunk kedvesek, pozitívak, vidámok és boldogok lenni, úgy, ahogy az indiaiak sokkal rosszabb helyzetből kihoznak fantasztikus dolgokat, akkor ezt mi is meg tudjuk csinálni, és itt látom az embereken, hogy nagyon erősen és nagyon jól változnak ebbe az irányba. Hát te is abszolút ezt képviseled. Igen, nekem fontos volt a hétköznapi élet önérvényesít magatartását megtanulni. Mert én ugye 33 évvel ezelőtt elkezdtem már így az önfejlesztéssel foglalkozni, és túlságosan a spiritualitás irányába mentem el, ami azt jelenti, hogy igyekeztem szerény maradni, önmagamat háttérben, és azt kellett tapasztalnom az életben, hogy hátrányt szenvedek. Tehát, hogy nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy én azt szeretném, mert magától még azért arra szintre nem jutottam el, hogy magától jöjjön minden. Mert ugye az a cél, hogy előbb-utóbb csak hátra dőlsz, idézőjelben mondom ezt, és minden úgy történik, ahogy te eltervezted, ahogy a többiek közreműködnek az életedben, és így tovább. Ez a csúcs, csak ehhez még előtte dolgozni kell. Igen, meg szerintem ez a nyugati kultúra nem alkalmas. Tehát az lehet, hogy költöznöd is kéne, hogy ezt igazán megvalósítsd egy kicsit keletebbre valahova. Nagyon érdekes, mert már történnek ilyen dolgok. Jönnek, tehát abszolút. Ez például most az angol tanáromnál, és előfordult ez, hogy hazautaztunk egy hétre, és utána igen, nem beszéltük meg az időpontot, de már gondolkodtam, hogy kellene menni. És egyszer csak felhívott, hogy hát most éppen van szabad időpontja, akkor tudnék-e menni, és nem kellett nekem hívni. De már több ilyen más eset is történt, de hát érdekes. Ó, ilyen csodák folyamatosan vannak, tehát ez ilyen kicsit ilyen felfoghatatlan már szinte nekem. De viszont én csodálok téged azért magáért, az egész
ötletért és a kezdeményezésért, amit elindítottál, és nekem akkor ez úgy tűnt, mintha ezt valójában a Szabó Péter csinálná, uh-huh. és te tulajdonképpen neki segítesz. Világos. Gondolkoztunk ilyen verzión is, de utána az egóm azt mondta, hogy nem, ez az én ötletem, egyedül akarom megcsinálni, és mert én annyira jól tudok mindent. És nagyon fontos, hogy bár valamilyen szinten igen, tőlem én kezdtem el megvalósítani, azt mondom, még az ötlet sem biztos, hogy az enyém volt. Tehát, hogy de az biztos, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kis túlzással, ilyen centiméterekben mérhető távolságra jutottam volna el akkor, hogyha nincs ott az a rengeteg segítő és támogató ember körülöttem. Én gondolok elsősorban a feleségemre, aki a tavalyi évben azért hozzám hasonlóan egy nagyon-nagyon erős hullámos úton ment keresztül, és így együtt, most már bőven azt mondom, hogy együtt csináljuk, mert ha nem is teljes idejével, de lelkileg nagyon erősen támogat engem, és nagyon sok mindent köszönhetek neki. De ott vagytok ugyanúgy, ott vagy te, ott vannak az Ádámék, hogy például megszállhatunk náluk, ott van rengeteg olyan ember Svájcban, Németországban, itt Londonban, akik mindig elhívnak még egy pár embert, egy picit-picit segítenek, hogy ez az egész fejlődjön és növekedjen. Tehát, hogy én ezt nem tudnám egyedül csinálni, és nem tudnék egyedül növekedni. Tehát ez egy abszolút egy hatalmas csapatmunka. Itt egyébként valahol le is parkolhatsz, hogyha ahol találsz majd. Igen, szerintem helyet. Az a kérdés, hogy mit tegyél neki. Itt a távára szerintem ki is van írva, mert hogy közben meg is érkeztünk, és... Sajnos a beszélgetésünk itt véget ér, de igen. Folytatjuk majd. Mindenképpen folytatjuk. Tehát, hogy lehet akár majd ott van a mókus. Igen. Mennyire fantasztikus. Ugye? Mennyire fantasztikus. Különleges ez a város egyébként. Úgyhogy mókus itt futkározik előttünk. Tele van rókákkal és mókusokkal. Igen. És itt már mind a kettőt láttunk többször, igen. De a mókusok lenyűgöznek, hogy ilyen kicsit ilyen Central Park hangulata van. Mint New York. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Ádám. Én is nagyon szépen köszönöm. És nektek is a figyelmet. Örülök, hogy itt voltatok velünk. És folytatás következik. És kövessétek mindenképp Lacinak ezt a kezdeményezését, mert én nagyon jónak tartom. Csodás hétvégét nektek, remélem holnap találkozunk. Ha bárkinek meg kell egy jó fogor, akkor keressétek Lacit úgy mellesleg, és beszélgessetek vele, mert nagyon jól lát dolgokat. És nagyon hálás vagyok neki. Nagyon szépen köszönöm ezt a fogort. Köszönöm.